Hello! Szavaztok, üdvözlök mindenkit, hatalmas szeretettel visszatértünk! Hú! Na, srácok! Hát, hogy kicsit leveszek a zenének a hangjából, ma annyi alatt fog őrülni. No, ugyebár itt nekem van egy 0 perces karakterem jelenleg. Várjál, mert ez homokos. Hülye vagy? Hülye, igen. Várjatok. Tidi Boy, Kajoshi, Flow, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Ezeket ez nincs egyenes arányosságban itt a dolgokkal. Mindegy, ez egy 0 perces karakter. Az ő becses neve Ginnungagap. Sziasztok! Googlizás nélkül, srácok! Ki az, aki tudja, hogy mi az a Ginnungagap? Szia, Fest Ninja! Örülök neki, Kajoshi! Na, azt mondja, egy egyes karakter közel 1,1 mil HP-val. Bocsi, Sandy, ezt nem mutatta a Twitch. Szia, Hileus, tudok-e valamit S2-ről? Egyelőre annyit, hogy készül. Attól semmivel sem többet, sajnos. Na, a terv, azt kérem szépen ismertetném. A terv az az, hogy figuzzuk ezt a karaktert, becses új karakterünkent, Ginnungagapot, legalább egy 203-as szintig. Majd nekem állat kell. Mindjárt megtalálom a sigurom. Eski, mindjárt megtalálom. Jó lesz, megteszi. Hát ez nem lesz egy olyan túl gyors folyamat elméletileg. Túl gyors, túl lassú folyamat elméletileg. Ó, egyből ez zöld fülű láda. Na jó, van egy ötletem, ne szarászunk egyből csattad a malacokhoz. Ez sem kell, hogy kellemetlenséget okozzon, viszont malaconként egy szintet lépünk. De jó, eltaláltad, ügyes vagy, boci. Egyébként a Ginnungagap név jelentése káprázó űr. Hát ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy csillagködöt. Ebből a karakterből egy farmos lesz. Elkárba. Mert oda nincs sem farmosom. Még. Most már lesz. És főleg, hogy most le van redukálva a szóló respawn time a moboknak, így főleg. 56-os. Tehát amint megvan egy picit nagyobb szint, akkor azonnal rohanunk is be, elveszedbe nem szarászunk. Meg elösszevadászok egy ilyen gyűrűcskét. Nem hiszem, hogy gladi gyűrűt erre most elhasználok. Annak most hirtelennyiben lesz más fontos dolga. De vannak lakatolt extra gyűrűjeim. Aztán lehet, hogy van tartalékban. Miféle event lesz? Nem tudom, én abban az egyben reménykedek, hogy valami kurva jó, és valami újított event. Őszinte leszek, én ezt várom a legjobban, valami újított eventet. De vártam, egy accounttal kevesebbet hoztam be közben. Úgyhogy ezt én pótolnám. Hogyha ma megyünk, akkor adjunk magunkra egy buffot. Jó, kezdésből itt megállunk egy picit. Kezdésnek megteszi.
Igen, tényleg ez nálad volt, Thanos, köszi. Azt hittem Moxin felejtettem, de nem, mert akkor itt van. Na lássuk, Varira szörny titánfüles, vagy PvP-s titánfüles? Lássuk csak. Egész jó. Egész jó. Nekem tetszik. A PvP-s titán az csak sivatagban hasznos. Amúgy szörny titán. Vagy hol van, várjál. Ez nem is a füles. Amúgy ennél minó volt. Mindegy. Akkor jó, mert az ad készségdefet. Olyan bosszok ellen, akik ad, készségkárra támadnak. De amúgy a titán jó. Azt hiszem életlopás van benne. Bár én úgy tapasztalom, hogy az életlopással sokszor többre megyek, mint, mint az izével, úgyhogy ha van elég hátesed, akkor lehet, hogy mindegy. Majd közben próbálom behozni Moxit, falfaszkodok itt jobbra-balra. Az igen, na 5K köpit hozzám vágott, drága jó emberem. Nincs semmi jelmezem. Szárnyam van talán, rózsaszárny. Valahol. De hogy hol? Nem foglalkoztam ezekkel a cuccokkal. Kivesszük a lakatoltakat. Azt mondjuk megnézem, hogy a szárny az valahol megvan-e. Na, hogy esélyes, hogy azt elkúrtam valamire, de hogy mire? Eskü nem tudom, hogy mit csináltam vele. Ráraktam volna Moxira. Volt egy szárnyam. Aranykardot. Nem kell aranykard. Van nekem ilyen, nem, ilyen kísértett kardom. Ez egy darabig megteszi. Ezzel kimegyek 165-ig. Az bőven elég lesz addig. Mit csináltam a rózsaszárnyammal? Felmerül a kérdés. Na jó, balfasz vagyok. Rózsaszárny. Hát itt nincs. Hát azt azért toltam azt a szintet, mert sivirunoztunk. De megnézem. Mert valóban igazatok van, azzal gyorsabb lenne. Illetve itt van Moxi is, de nála sincs, ahogy látom. De van valamelyik raktárban ott van biztos. Akkor lehet, hogy az volt az. Á, nem, ott van. Van egy hétnapos. Hack. Ezt azért még oda tesszük. No te szelárú. Ó, oh, köszi! Ez fog mondjuk egy kicsit segíteni. Köszi szépen. Menedékben mennyi hátas kell, hogy bírd a krisi? Hát nem tudom ezt hátasra lebontani, én úgy emlékszem 56K-val én már egészen korrektül lebírtam ütni. Oké, Sandy, köszönöm szépen! Feldobjuk magunkra ezt a nagyon cuki buffot. Na, illetve a képességek. Deligor plusz Zino event. Az mondjuk jó! Ez mondjuk úgy jó! Azért, srácok! Várjál, most nekem melyik kell? Az Inquisitor kell. Jó. Ez jó, srácok! Tudjátok miért?
Belig oda vett upgrade! Haló, képességekkel ez mi van most jelenleg? Várjátok, én össze-vissza pakoltam ide be a cuccokat. Várjátok, kellett egy ilyen neki. Vigyel, kiderítjük. Hú, ezer éve csináltam karaktert. Aha, ennyi volt a baja. Pak! Pak! Nem tudom, az egy darab nem kereskedhető és prémium támadás mit bér van itt, de ha már így itt van, akkor mi meg begyalunk addig. Egy pillanatra azt hittem egyébként, hogy az NV2 zene szól, mert az is valami kurva hasonló. Várjatok. Nem jó karakter. Dik itt egy kristály. Csak 5-80-at, légy szíves, annál több nem fog kelleni. Szerintem aztán max kiderül, hogy hülye vagyok és rakok rá. Nem fog. Balfasz. Szokták néha mondani. Előfordul. Oké. Okay. Ezt még vegyük ki. Hát tesszük mondjuk. Hát nem betegyük a rendes köpenyhájére, most nem fogunk féléreskedni. Van itt seresz? Nincs itt a seresz. Még azt sem tartom amúgy kizártnak, igen. Na jó, azt mondja, hogy ezt még nem tudjuk felrakni egy szint hiány. Ezt lecseréljük. Na akkor majomkodjuk egy picit. Azt hiszem ez, aha, van XP bónusz. Ez most pont aktuális, ugye bár kaptunk ilyen cuccokat 10 ládai kapásból. Cool. Jó, még egy kis XP boostot. Na ezeket még nem tudom, mert 84-es lettem. Megmentett tőled 2500 kz-t? Figyelj, hosszú távon az észrevevődik. Ravittal van meg még inkább. Kicsit ide kinnebb kell jöjjek itt több a moba szélén. Ott még ott vannak a sparangok. Tinót? Igen, egy picit nehéz. Füles visszacse... Ó, oh, valóban. Köszönöm szóltál. Nem mint, hogy olyan nagyon számítana, de... Na basszus, véletlen egy köpit elnyomtad. Mindegy, baszni vele! Egyre fixen kinyílik. Igen, csak az addig van késem, míg azt az 51-et megcsinálod, mert az egy kicsit drága. Abban mondjuk nem tudok vitatkozni, Adosz. Azért a 20 dupla tárgy, 20 dupla tárgy.
Van nem a formulás az elsődleges cél. Ezt tudom már használni? Tudom. Pont tudom. Addigra már kimegy belőled a melegség kajosi? Ez komoly! A Tino? A Tino az egyik legjobb peta... Sőt, mit az egyik? Az a legjobb peta játékban. Tudod az alappet mellé használni, és kurva jó bónuszokat ad, mindjárt megmutatom neked. 30 szörny, 5 meteor, 2% dupla meg 3 AK, azért ez nem rossz. Azért ez nem rossz, akárhogy nézzük. Sőt. Itt milyen mágikus anomáliák történnek, kérem majom barátaim. Ezzel a karival 203 egyelőre. És majd meglátjuk, hogy milyen lesz a drop. Vagy 203, vagy 205, meglátom, hogy hogy fogom beállítani ennek a karakternek a szintjét. Attól függően, hogy milyen lesz gombáknál a drop. Szia Steiner! Basszus, téged is 1000 éve láttalak! Hogy vagy? Bocsi Sero, bocsi, most azonnal pótlom ezt a kis feledékenységemet. Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy 203 vagy 205-e a jó. Fejből nem emlékszem ott az ottani boboknak a szintjére. Megoldottad. Basztus, pedig most akartam. Jó, azért itt már szemmel láthatom, belassult egy picit a dolog, mindjárt megyünk holtakra. Nem váltottam CH-t. Nem baj, váltunk most. Itt, hát... Némi problémával küszködök azért, de... igyekszek a megoldásom. Gyűlölet holtakat? Itt MV2 fel lett turbózva, azóta mindenki szereti szerintem a holtakat. Hova megyek, Kajosi? ₹205-ös neked teljesen jó. Akkor valószínűleg 205-ig megy. Éjszak nektek! Hát figyelj, az szerintem holnap addigra odaérek, de a mai itt azt nem nagyon tudom kivitelezni. Itt Kelet-Magyarországról egy kicsit nehezebb kijutni. Disznót is szereztél, király, vagy még etessed holnapig, léci. Uff, ez magas labda volt. Szegény Sero. 200, 205, 210-esek a bombák. Hát akkor kb. Mindegy, hogy 202-től meg 205-ön, az kb. Akkor ezek szerint mindegy, ha így vannak a bomba szintek. Én nem hoztam be vizet. Jaj, de van, ebbe van. Hú. Szeretem, amikor az egyes karakternek 1,3 milli HP-ja van. Azt nagyon szeretem. Olyan jó érzéssel tölt el. Nem volt hiába való az a 10 év játék? Azt hiszem ez az utcsó köpít. Hány perc tett el a gyűrűből? 6. De basszál, még nem lesz meg pont a szint.
Olyan nincs. Gyeretek ide. Tíz meg, azaz, meg le, jó? Irány voltak. Voltak után SD3. Nem tudom, meddig kellene SD3-ba. Várj, nem ide kell jöjjek a holtakhoz. Elgondolkodtam. Reflexből mentem oda, hogy rudat váltjak. Váltjak? Váltsak. Tudni beszél magyar. De azért 97 tölgyfaládát így összepofoszkodtam. Azért! 6 perc alatt. Nem annyira tragédia. Azt hiszem itt ez jó lesz. Jártek szépen. Mennyi mob. Kíváncsi vagyok, hogy így 106-oson, ha lejutok ennyi kis degenerált faszt, akkor hány szintet megyek? Full XP 6-os vagy. Elméletileg igen. Abár nem. Ennyit mentem. Ne basszál meg. Hát ez jó korcsú. Rossz helyre álltam volna be. Azt hiszem az ízem nem XP-s. Tehát nem mondhatom, hogy full XP-t sátos, de... A flicken alap... ugye az izem az nem XP-s, azt lesz számítva megvan, ami úgy XP-t ad. Meg tök harcos sincs. Amúgy tényleg nincs. Hát ez meg mi? Drága értesíti. Olyan dolgokról kapok értesítés, ahogy leszarok, de küld. Olyan Halloween-kóval összegszerzek. Várj, ez elő Halloween-i event, nem? Az mint, hogyha elő Halloween-i eventen lenne a tök harcos. Annyit tudok, hogy nekem az utó HV event meg a HV event kell. Az elő Halloween-i hátas event az annyira nekem nem fontos azért a tök harcos idézőért, tehát azért nem fogok kétségbe esni, hanem szerzek olyat. Egy maxon kell, meg aratató. Meg valószínűleg lesz valami új hátas is, ugye valószínűleg az is fog kelleni. Amúgy srácok, a mai streamben várhatóak sivatagi item sorsolások, Kirito barátunk jó voltából. Deligor eventen milyen újítás lesz? Még nem tudom. Együtt majd megnézzük. Együtt majd meglessük, megpróbáljuk kitalálni a legjobb taxot rá. De 99% hogy újítás lesz, mert Trace említette, hogy lesz. Upgrade. Nagyjából minden eventhez, ami... Nice. Rájuk fér. Szóval lesznek sivatagi cucc sorsolások. Kirito barátunk jó voltából. Illetve, ami még várható, amit el is kezdhettek. Úgy vagyok vele, hogy szabad a tánc. Mert a kérdez felelek, neki mélyedtek. Meglett az 500 követő Twitch-en, aminek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tudok örülni. És ennek köszönhetően most úgy vagyok vele, hogy jó kedvem is van, menjen egy ilyen hasonló. Hogyha amennyiben van igény, ezt fel lehet tenni, majd a VOD nézőknek is mondom, hogy amennyiben nézitek a VOD-ot, kommentben nyugodtan tegyetek kérdéseket, és kommentre válaszolok. Első kérdésed, hogy buzi vagyok-e? Nem. Sajnálom.
Ah, nem kell gonosznak lenni az Zero. Get a round? Nem hiszem, hogy fogok menni. Melegség gyűrűt kinek add oda? Nem tudom, de segítek neked egy megfelelő pajt itt találni, mit szólsz? Áll a deal. Palerinből mindegy, miatt húz az ember fia? Hát mivel egyfajta palerint tudsz húzni, úgyhogy gondolom mindegy. Azt majd tudod kihúzni 30-ra, és akkor lesz pompás belőle. Vagy pompás a neve? Azt hiszem pompás a neve. Nem, elemi, bocsi. Tehát elemi palerin csak 30-asonra tudsz húzni. Az alap palerin meg alap palerin. A többi meg csak ilyen lejárós, meg használhatós palerin. Tehát nem azok a fajta palerinek, amik úgy különálló dolgok, amik ugyanazt tudják. Tehát palerint egy félét fogsz tudni húzni, és akkor azt tudod upgrade-elni egészen 30-ig, majd pedig ilyen mágiákkal... azzal érdemes csak foglalkozni, ezzel az alap palerinnel, és akkor az ki 30-ig, és akkor boldog vagy. Mondjuk az nem lesz egy olcsó, meg egy egyszerű variáció, de egyszer meg kell csinálni. Kis SD. Jaj, azokkal én őszinte leszek és se foglalkoztam. De a végén mindegyikből úgy tudom, ezé lesz, elemi lesz a végére, hogy 30-as legyen. Ja. Azt a legegyszerűbb mondhatni, ugyanis milliárd egy minórát le kell tolni. És ennyi. Tehát a runához azt hiszem mást is kell csinálni. Talán. Nem tudom, őszinte leszek, én a runa pallerrel sose foglalkoztam. Az én pallernemet sem én húztam ki. Tehát megmondom, a sajátomat se én húztam, mivel úgy voltam vele, hogy nekem türelmem nincs hozzá, inkább megvettem. Excuse me? Itt nem kellett volna ez a terem rám jöjjön? Vagy mi a tosz van? Ott egy kő. Mondjuk ja, a pallert én nem húztam, úgyhogy úgy látom, hogy cseten vannak tapasztalatabb pallerhúzók. Az lesz, megnéztem, miben másabb. Jobban néz ki a runapánt. Ezt lehúzhatjuk, az nem kell. Most melyik CH-ról jöttem? Mindegy, megyek 4-re, az a biztos. Elfelejtettem, melyik CH-ról kezdtem. Mindegy. Remélem a Deligor kincse kap valami extra nagy értelmet, és megéri majd farmolni, mert jelenleg azon kívül, hogy egy kis eséllyel lehet benne olyan cucc, ami jó, hogy nagyon nem használod. Egyjából egy ilyen 130, nem is emlék, 134-ig kell menni? Szia Armageddon, hello! Nem készültem fel, hogy mekkora szinten vannak a rejtélyes mobok.
Bár egy darabig SD4 egészen kúrva jó, mondhatni. Ah, oh, igen, csak én 162 rém lett nekem a fejembe valamiért. Igen, igazad van. Szerintem valaki még abban a teremben van, vagy nem tudom. Jön rám az egész vajon? Hát itt alig van mob, az meg. Gyorsabban célba változom, meg ölöm meg őket, mint hogy visszaspawnolnak. Ezek szerint. Thorus szarvat 45k-ba? Hát basszus, ezt még meg is venném. Egy már úgy is van. És akkor következő évente összepattintanám a 10-es Thorust. Várjátok, csak másik karival nézem, csak meg, hogy ki hirdeti ezt. Várjátok, én azt megveszem. Ez a Yasuo karaktert vettem észre, hogy... Jó néztem am? Várjál, bazzik. Igen, Yasuo nevű karakter. Járulja. Nem tudom, hogy ki az. Goldiba bent van. Oké. Okay. Vegyek neked egyet, Sheru? Azt hiszem, még kitelik rá. Most írjad gyorsan. Miből fizessed vissza? Hát farmoz, bazd meg. Gondolom terveztél még farmolni? Most nincs minden. Basszus. Na, Sheru, egyet vagy kettőt vegyek, kéred az egyiket? Megveszem neked. Nem kell. Jó. Ha kell, szója. Még van rá a keret. Na, az úgy tök jó. Amúgy... Nézzétek csak, mit kukáztam a tegnapi boss eventen. Nyami. Ezt szerintem stream végén ki is nyithatnánk. Mit szóltok hozzá? És szoríthatjuk együtt a seggünket, hogy nyílik-e belőle legalább harmol az úrkő. Már csak egy szar van bent. Én mit kukáztam vissza Haribótól? Semmit! Semmit sem tudok Haribótól visszakukázni, mivel egy csöves. Még a karakterét is én kukáztam vissza, nemhogy... nemhogy még az a cuccaimat. Mindent vissza kellett farmolni. Mondjuk a visszafarmolás az ott... Ott az a 250k rúd a pántért, na az volt a nagyon durva. Hát az elég kemény 2,5-3 hónap volt, amíg az összejött. Még rögtön a legelején. Az nem volt egy sétagalop, akárhogy is. De megérte? Megérte. Ez tény és való, megérte. Nagyon sokat számít. Meg most azon az elven vagyok, hogy megpróbálom a jövő hetet úgy intézni, hogy visszakerüljön a heti sivatag rovatunk.
És elkezdek jövő héttől ismét CV-be farmolni egy kicsit, hogy legyenek ládáim. Most már nagyon szeretném megcsinálni a szettem. Stream végén nyitok lazúr ládákat, aztán reménykedek benne, hogy legalább kettő lazúr követ sikerül nyitnom. Ha már kettőt sikerül nyitnom, akkor úgy vagyok vele, hogy akkor jöhetnek a cuccok. Akkor már megcsinálom őket. Úgyhogy... szorítsatok. Fontos lesz. Ha itt van Reis, akkor három lazúr is lesz. Nem tudom, hogy Reis itt van-e, remélem itt van, és remélem szerencsét hoz majd. Ha igen, akkor megtartjuk házi kabalának, mit szóltok? Nem nagyon tetszik ez az XP mennyiség, ami jön. Igazából haladok előre, tehát most, hogy ez most 10 perccel több, vagy 20 perccel több, az én lelkem annyira nem fogja megviselni. A lényeg, hogy legyen. Nem tudom, máshova tudnék-e beállni itt SD-be. Onnat viszont kurva kevés mob jön. Vagy nem spónol vissza, bazd meg, vagy valaki ott van. Nekem gyanús, hogy valaki ott van, mert egyszerűen nincs is mobot. De van, csak nem spawn. Aha, jó, megvan a... Jöhet egy kérdés? Száz is Kaioshin. Ma él a vonal, bárki azt kérdez, amit akar. Tabuk nincsenek. De amúgy, de eltaláltam, hogy valaki van ott. Jó, de kicsit... Noteszem eladó? Nem. A Notesz nem eladó. Na jó, hát én úgy vagyok fel, akkor a srácot nem zavarom. Valószínűleg előttem itt volt, ezt nem akarok köcsög lenni. Ez se egy olyan túl rossz, he? Jó lesz nekem ez is. A gerincem többet ér, mint hogy izé másikat ott basztassam. Vettél te is egy szarvat, Sandy? Kaioshin az meleg? Stream elején meleg volt, de azóta elméletileg hűl lefele. Ez amúgy kinda jobban tetszik itt. Ez itt tök jó. Jó, hát itt maradunk. Jaj, annyira csípem, hogy ezeket a kis gecipókokat meggyorsították. Rohadt jó. Jó, ez itt határozottan sokkal jobban tetszik. Milyen keresztény stream, te miről beszélsz? Maximum keresztények, akik nézik. Ja, a Sharonnál családban át streamek szoktak menni amúgy. Nálam annyira nem. Meg nem is keresztény streamek. Sharon nem streamel többet. Na várjátok, ez újdonság. Biztos Sharon nem streamel többet. Mi történt Sharonval? Olyan opciót nem fogadunk el. $1.5 millió ütni? Nem? Mit? Hát 135-ös karakterrel kefir, papa? Hogy üssek 1,5 pillanat? Értem, ő full hardos meg minden, de hogy üssek annyit vele? De a Kaioshin az benyomta ott a rakétákat. Nem tudom, Sharon. Mire nem tud annyit ütni? Femerökét is.
Megint ment egy kis izé szarkavarás, ilyen kis izé gangster party? De majd nem is értem, miért foglalkozol egyébként ilyenekkel, Seru. Tegnap vagy tegnap előtt volt az eset, hogy engem is meg akartak ölni, mikor téged is befenyítettek. Én megadtam neki mondjuk a lakcímem, de még egyelőre nem ért ide, pedig ide érhetett volna. Tudunk-e tippet adni az Dino kiszedéséhez? Hát igazából, Tiny Boy... Mit is mondjak? Ez nem nagy tippet, tehát mit adjak nagy tippet? Igazából egy módja van, hogy szerezd ki a Dinót, ha nem akarod megvenni Goldurba. Igazából... Nem tudom, az ima mennyire segít, de próbáld meg! Ki kell nyitni. Vagy megveszed Goldiból. Én a Tinóval szerencsés voltam. De én vagyok az a srác, aki Goldurba talált Tinót 2777 rúdért. Hallod, az a két perc, amíg... odaértem azzal a karakteren, amelyiken volt pont ennyi rúd akkor... Mire húzom a karaktert? Menedékre. Legyen menedékes Karim is. Mindenhol van karakterem éppen... Mededik, bazdmeg, elkarrelti, ezek. Most gondolkozok, az egy státuszpontot lehetne Martot volna. Osztogat! Na mindjárt megvan a szint is közben. Hát figyelj, most bekerül hamarosan a Deligo event, úgyhogy hajrá, Kajosi! Hajrá! Na, a srácok, ne dobálózzatok cseten. Nem szép dolog. Nem baj, hogyha valaki nem csípja a másiknak a fejét, ebben nincsen semmi gond, csak azt... azt jogisan is lehet. Egymással nem foglalkozva. Nincs olyan jellegű probléma, hogy... ha nem csípitek egymást, semmi gond. Éppen a legegyszerűbb dolog, amit ilyenkor kell tenni, hogy nem foglalkoztok egymással. És akkor mindenki élhet boldogan. Nem passzáltok egymásra, gyárt, stb. És akkor mindenki boldog. Ennyi. Nem kell veszekedni, az úgyse megoldás. A sárdobálás szintén nem. Az a helyzetet nem javítja, az csak rontja. Az meg nem kell. Nyugodjatok meg szépen. Az a baj, az ilyenekkel olyan valótlan dolgokban megy át az egész dolog, hogy senkire sincs ez jó hatással. Milyen volt a palacsinta? Nagyon jó volt! Nagyon jó volt! Most, hogy mondtad, megkívántam a palacsintát megint. Szia, Ryu! Miattam te is sütöttél? Jól tetted! Ez a beszéd! Mindenkinek palacsintát! De szednek meg egy adag sült krumplit! Foghagyim a szószal! Képzeljétek el egyébként, tegnap olyan dolgokat tudtam meg magamról, amiket nem is tudtam eddig.
Na, srácok, most tényleg, most még egyszer szólok, ezt fejezzétek be. Hanem szólok adóztak, és akkor egy kicsit a Banhammerrel rendet tesz a cseten. Ez így nem... Ez így nem... megoldás. Ne egymást szidjátok. Tegnap egy csávó, képzeljétek el, engem is betalált azzal a csodás, hát mit mondjak, indokkal? Állítólag bukka nélküli vagyok, állítólag román vagyok, meg még mi is vagyok? Várjál, anya mindent mondott, hát emire azt mondta, hogy román vagyok, meg bukka nélküli. Nem meg, hogy a családtagjaimmal szeretek rendre közösülni, ezt mondjuk nem tudom, hogy mi bőszedte le. A Discordon van egy privát üzenetem. Rám írt random egy sávó, hogy kit érdekel. Mi? Micsoda kit érdekel? Szerintem ilyenkor SD4-ben senki sem formul egyébként. De ez csak egy ilyen meg... Azok honnan jöttek? Ilyen közel van a másik terem? Mondjuk az csak jó. Meg vagyok 140, de azért jöttem ide SD4-be. Hát, nem tudom, lehet Gladival meg lett volna. Nem akartam a Gladit elrányolni. Szandi adott kölcsön egy nyuszi jelmezkét. Meg ugye itt a szárnyacskám. Most tündérkének érzem magam? De túl gyorsan megvan. Akkor kevesebb ideig tart a műsor, azt meg ugye nem akarjuk. 161, 200 vicces lesz. Hát... meglátjuk mennyire lesz vicces. Őszinte leszek, én nem is tudom mikor húztam utoljára karaktert. Vagy hogy nem tudok nyilatkozni. Ha lesz hely, akkor nem lesz vészes. Ha nem lesz hely, akkor, akkor kicsit vészesebb, jó. Kajosin még mindig párt keres. Következő streamünk az olyan lesz szerintem, mint ez a feleségek luxus kivitelben, csak most Kajosint fogjuk bemutatni. És akkor Kajosin életéről készült felvétel, illetve stream következtében elvisszük egy ilyen Alekoszt Parkerest kategóriájú műsorba, amit én fogok szervezni. Én leszek a producer, meg a műsorvezető. És akkor Kajosinnak is adunk egy ilyen fehér fecskét, amit Alekosz imád. És akkor ez lesz az Alekosz feleséget keres című műsor kopia. Milyen élete, életesíts, szegény Kajosi. Delkarba nem kell rong. Nem csak menedékre kell rong. Tudtam, mert elkárra nem kell. Ha kell, akkor bajba leszek. Ja, hogy úgy, jó, leesett. Jó, leesett.
Igen, lekoppant végre. Nagyon durrant és lekoppant. Lassan lesz titán cucc. Eskü szerintem nem fogok erre még egy titánt húzni. Mi a fasztak? A 8-as titánban jó lesz az. Az majd két kari osztozik rajta. Legalábbis most egyelőre így gondolom, aztán max fölbaszasz húzok még egyet. Tehát nem azon fog búlni, csak nincs kedvem ezekkel szarázni. Nem szabad rakizni? Á, nem, olyan nem játszunk. Itt szabad rakizni. Majd S2, na ott nem lesz miből rakizni. Na, az jó lesz. Kasztváltó kell a Szeróra. Hát a kasztváltó az nem éppen egy olyan nagyon-nagyon-nagyon egyszerű dolog, ami úgy segítene. Nem hiszem egy kasztváltónak lenne a játékba helye. Az annyira felborítana az egész accountot, hogy hihetetlen. Most ha belegondolsz, hogy te megcsinálod a barbár felszerelésed, csak mondjuk egy barbárt, ne kell izét csinálni, Gladit. Megcsinálsz egy barbárt, akkor már milyen rosszul esik, hogyha kasztot kell váltad az adott karakterre. Akkor nagyon nem lenne értelme, könnyebb lenne új karaktert húzni jelen állás szerint, mint egy kasztot váltani. Lassan mész randizni, nem meleggel. Micsoda fordulatok. De minden esetre akkor ebben az esetben sok sikert kívánunk Kaioshin barátunknak, aki ezúttal a nem meleg Kaioshin lesz. Patrik László 97-nek meg nagyon szépen köszönöm a követést. Ja, Kaioshin alkalmi meleg csak. Mikor, hogy kell fel? Kicsit ironikus, de Ginnungagaphoz picit hasonlít. Mikor, hova van közel? Kint is az info Discordon. Na lássuk, hogy mi ez az info. Most úgy is jön a Karbi. Mondjuk a 161 majdnem meglett. Jó, bezárom a játékukat, az összes kliest. Jó, egy pillanatot kérek csak. Addig nézhetitek az asztalomat. Végre lesz Glutting. Pitang lett. Na lássuk. Megújul Deligor Event. Ott egy puputeve. Meg lélekgömb extra Amrobottal. Hát nem úgy volt, hogy Zinó lesz amúgy. Deligor... Ó, de aranyos ez a puputeve! Ne szöndja. Jó, ez mondjuk tetszik, hogy a Rudra izé odafigyeltek jobban. Egy darab akvakőtöredék. Jó, az a ragdó, ez kikerült. Nagyon jó.
Ó, akciós a por meg a gyémi, nagyon jó. Szerezd meg Lament. Micsoda szellemes emberünk az Ember. Az korrekt. És 100% esélyed lesz dupla Deligor ládára kihúzott 10-re. És jó bónuszokat ad, készségkard, de ez sivire nagyon jó lesz. Adható mellé egy rakás TP, 50 szőn, 50 dupla, dupla láda. Ez a hátas nagyon OP, szerintem kurva drága lesz amúgy. Mert azt nem írta le, hogy mi kell a fejlesztés, ezt ezzel fogjuk kezdeni. Hát ez kurva drága lesz, bazd meg. Ez a hátas így nagyon OP. Szia, Szilágyi! Deligor bolt is megújult. Bazzeg itt a légy megint, a kurva anyját. Na neked hogy kell mondani a neved Illusion I 19-12-24? Köszönöm szépen a követést. Vagy Illusion van? Amúgy rohadtul tetszik így a hát, ez csak kérdés, hogy majd mi kell hozzám. Mennyire lesz ez baszott nehéz? Adok mindjárt rendes képet. Milyen verzió nem megfelelő, nem baj. Ha alap, akkor dupla ládát ad csak 200% esély. Ez mondjuk jó! Tehát, hogyha ezt kiszeded, az árát vissza tudja hozni. Ez csak nekem? Köszi Szandi, majd meghallgatom. Vagy megnézem, mi az a videó stream után. Amúgy így néz ki az asztalom. Mennyire tetszik a háttérképen, srácok? 10 per mennyit adtok rá? Sokáig keresgéltem. Amúgy nem teljesen egy igazi Jörmungandür, de elfogadtuk. Megteszi, amit meg kell tenni. Alapon. 10/9. Köszönöm szépen. Én ezzel boldog vagyok. Akciósan se éri meg? Megnézted, mennyibe kerül? Milyen verzió nem megfelelő még mindig? Nem engedte? Ivel? Lehet foglalt volt. Százötven a por, 200 a gyémánt. Hát az még mindig nem éri meg akkor. Igazad van. Nekem se tűnik megérősnek, Rudér még mindig jobb. 5 perces hátas lesz? Várd ki a végét, Kirito, lássuk, hogy mi lesz belőle, mi lesz a fejlesztése. Az a helyzet, erről annyira ordít, srácok, hogy ez a hátas, ez kurva OP. Úgyhogy valószínűleg nem lesz olcsó ezt kidekorálni. Amúgy legalább most sokan láthatjátok, hogy én ilyen... De amúgy csak nekem írja ki ezt, vagy... Ha nem kell farmolni, akkor 5 percet. Hát, ja, én mondjuk jobban szeretek farmolni. Meg kéne egyet hapciznom, csak nem nincsen zsebkendőm, bazd meg. Az a helyzet jelenleg, ami kéznél van és használható, az egy Alpecin sampon.
meg Lukinak a labdája. Tehát ennyit tudok most felmutatni nektek. Még egyre nem tudjuk, mi kell hozzá, de reménykedek abban, hogy Rupert Kazi. Az kell. Az biztos fog kelleni. Egy pillanat, én közben kaptam egy üzenetet, arra reagálok. Szerintem sem lesz egyszerű az új hátosnak a fejlesztése. Összerakni lehet, hogy nem lesz durva. Fejleszteni biztos vagyok benne, hogy durva. Egyszerűen túl OP ahhoz, hogy olcsó legyen. És top 10-es hátos így... Szerintem, így első látásra. Na jó, keresek egy zsepit. Vagyok nekem egy picit fura, hogy itt azt írták ki, hogy lélekgöm extra Ambróval Zinót láttam. Beci, köszönöm szépen a követést! Valószínűleg nem nyitni kell, mert van egy külön shop, ahonnan meg lehet venni. Igen, itt így, hogy meg tudsz vásárolni közben az új állatot is. Ja, Zino volt kiírva, tehát... Még egyelőre nem értem az összeomlás pontjára. De amúgy, hogyha így néz ki ez a puputeve, akkor az úgy... Jó. Egész jól néz ki, majd kíváncsi vagyok, hogy... hogy milyen mozgása lesz. Egy darab 10-es derigorba kerül. Az bebaszna, bazd meg. Streamben nem akarom benyomni, Sandy. De majd stream után megnézem. Abba biztos lehetsz. Nem szoktam az ilyesmit kihagyni. Most az a kliens, azt én bezártam, vagy elveszett az étel? Aha, itt el van veszve egy két darab kliensem. Az E-törben. Ne baj, addig türelmesen várunk. Addig türelmesen várunk. Mást úgyse tudunk tenni. Most nincsenek egyéb olyan játékaim letöltve, amivel itt tudnánk közben chillezni. Úgyhogy közben nem chillezünk most. Az Envy az egyetlen chilles game.
De se frissített, de van, hogy be se enged olyankor. Click Heroes. Ú, azt aztán vágom, az... az sokszor idegbetegséget szül. De az egyetlen, ami hamar elindul, ez a Stronghold. Jelenleg. Bár se tudom, hogy ez működik-e rendesen. Bár azt, hogyha elkezded, akkor azt illik azt befejezni. Szóval... Ja, az ilyen nem kompatibilis ezzel a dologgal. Elindult végre. Akkor jókor nyomtam be én is. Á, ott volt egy extra kis csík, amit betöltött a drága. Na, első dolog meg lesz, azt megnézzük, mi ez az új cucc, meg közben. Jó, visszaváltott a kép is rendesre. Ennyi. Oké, megvan oldva a probléma. Na, mindenki itt van Deligornál, most mindenki itt van. Azt mondja, Deligor bolt. Két Deligor kell, meg két K Deligor kincs. Hát ezt megszerezni se lesz egyszerű. A 10%-osnál csak annyit ír ki, hogy egy Deligor láda kell. Ez szerintem itt egy kicsit box is. Jó, egy pillanat, ezt akkor jelezném én a teamnek előtte. Frogónál is ez volt? Frogónál nem emlékszem ilyenre. Bár mondjuk, hogy ezt mennyire éri meg én ebben kételkedek, valószínűleg még mindig ez a 100%-os váltás a legjobb. Jó, hát ez a lament nem lesz egy egyszerű falat. Amúgy így néz ki. A két pup kezébe vagy ülve. Ez milyen fegyver? Mi van a kezedben, ember? Én még nem láttam ilyen fegyvert. Ez valami Gladi? PvP-s Gladi. Gladiátor kard. Amúgy én is PvP-s Gladinak gondolom, de ez még a játékban nem került bele. Nem tudom. Én is annak nézem. Na jó, vissza munkára. Ginnungagapurat húzott vele. Olyan, mint egy sarló. Amúgy jól néz ki, nekem tetszik az ilyen stílusú fegyver. Minél extrémebben néz ki egy fegyver, annál jobban felcsigazza a fantáziámat. Na. 161-es szint az megvan. Tolok még egy gladiátor köpenyt, hogy lássam, hogy mennyi az annyi. Még mindig jól adja. Lehet, hogy még egy incuri-pincurit maradok. Azért... Teve sorsolást a népnek? Hú, hát így egyből az event legelején lehet egy kicsit erős lenne, de hogyha... Jaj, bazd meg, Germundos küldi, igazad van? Tudtam, hogy valamit elfelejtek. Mert hogyha... Mondjuk két Deligort most még elő kell kukázni. Az nem lesz egyszerű, de ha farmolod kitartan, akkor egyszer meg lesz.
jó, legalább a Deligóra nincs összekapcsolva annyira, tehát kell két úgy. Azért ne bankolj, neked nem kettő fog kelleni, hanem három. Így lesz arra a kincsnek. Miért? Na, lassuk. Ezt egy kicsit megcserélem, hogy ne fejlődjek túl. Germondot. Azt hiszem 200... 200 pluszosan még be lehet jönni ide? Vagy melyik az a szint, ami után már nem lehet ide bejönni? 180. 180 a határ? Bruh. Miért pont 180? Nekem valami 200 rémnek, de mindegy. Azért remélem most hamar kijön, nem kell ezzel itt egy fél napot baszakodni. Ennyi hatással nem nagyon számít. Az is igaz. Hát, tudjátok mit? Leszarom a Germondot, annyival nem leszek vele előrébb. Az úgyis farmos lesz. Rohadjon meg, nem érdekel. Pazarlom erre az időt. Na ez egyre jobb. Kajosint 195-ösön nem engedte be. Teniszt meg beengedte 200-assal. Na, akkor ez itt most hogy lesz, uraim? Ezt le kell szkanderezni, amondó vagyok. A győztesnek adunk igazat. No, most kaptam meg a második lélekgömbömet. Mondjuk a Deligor kincs, ez kinda jó ilyen, ha ráfogjuk. Mondjuk mondták, hogy optimalizálták, úgyhogy remélhetőleg az azt jelenti, hogy mindenhol is esik rendesen. Nem az a 2K kincs lesz a nérvadó, higgyétek el, nem az lesz a vészes. Itt a vészes a két Deligor lesz kezdésből. És akkor még nem tudjuk, mi kell a fejlesztéshez. De van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy egy darab pupu tevével nem ússzuk meg a történetet. Lehet, hogy kell majd még egy tízesre, csak úgy just for fun, you know. Meg pár premium Deligor láda, nem érne. Amán, kell sok. Na még egy-két terem is, meg is van a szint. Ezt már kis sima köpivel megoldjuk. Oké. Nem piros főve. Mindegy, most már piroshoz megyünk. Valakinek már van pupu tevéje, attól gondolom egy-két Deligor fej volt azért halmozva. Ötszázas szorzó! Fuck yeah! Tárgyat hoztam, bármiket kérhet. Rúna köládát azt hiszem kérhet. Ha nagyon akarod, meg is lenne a teve? Hát... Nem azzal nagyon akarnám, én is most azonnal összeraknám azt a tevét, de... Én úgy vagyok vele, hogyha már csináljuk, akkor érje meg rendesen. Lássuk, itt milyen az XP.
egyből a fénygyöngy, ez pozitívan indul. Hogy megküdött egy kis Deligor kincsel a drága. Jó, hát én megyek egyből tücsikékhez. Mondjuk most volt Karbi. Vannak krisik? Ha. Nem tudom, de itt a faszos. Pazd meg, ez nem jó hely. Nem. Van, van krisi. Az mondjuk kemény, hogy a falba hogy beleszpónolt a rohadék. 10-es kövek kellenek a húzáshoz. Amúgy, akkor azért került be ötössével a ládájába a töredék. Na jó, hát van egy olyan érzésem, ez egy kicsit úgy fel fogja kúrantani a... az apakő töredék arra. Azért ez egy pusztulni fog egy kicsit. De engedjétek meg, én közben behozok még egy karaktert, azzal is farmolom közben akkor a kristályokat, a kisebbeket. Oké, ez mondjuk meg... nem tudom mennyire kéne meglepődni, amúgy logikus, mert ha kéri a 9-est is, akkor még ne kérne a 10-est is. Mondtam, nem lesz olcsó. Csak kérdés, hogy itt most a mennyiségek ugyanolyan arányban vannak egyébként a... Mennyit kér? Ebből is 50-et kér, vagy ebből elég neki 10 is? De amúgy legalább lesz arra az ilyen semmit nem érő PvP-s köveknek. Az se hátrány, sőt. 3 darab. Hát mondjuk attól független még mindig rohadt jó. Ja, bocs, ezt nem láttam, az elpörgött. Hát, hogyha mindegyik szintnél kér ilyen 3 darab 10-es követ, akkor még... Amikor még úgy... Na... Érted, az úgy még... Elfogadható 3 darab kő, ilyen OP hátosnál, szerintem az úgy elfogadható. Premium Deligor ládát kért mellé? Vagy azt már nem? Lesz-e most sorsolás? Lesz, persze. Sivatagi cucc lesz sorsolva. Na igen, csak itt most közben ütnek, úgyhogy valószínűleg be kell jönnem szólóba, hogy haladjak a fejlődéssel. Mondjuk az a 600 kincs az kemény. Itt a kincset azt így orba szájba kell farmolni akkor ezek szerint. Jó, hát hogyha első szinten két kincset, akkor veszek most is fog kérni. Én fogadom egyesről indultam. Ez csak egy ilyen sant nagyon... Csak hülye vagyok. Mindegy, úgyis fogunk meg. Folytassuk inkább a fejlődést. Csak közben itt is vannak. Mindegy, akkor itt. Mennyi jön? Most vagyok 46%-on. Érdekes, egyébként a hátas maga rohadt jó. Így a leírása alapján, meg amiket ad. Ja, vitted Toxic? Jó, rendben. Nem is keresem tovább. Mivel egy láda, az kell. Tik ott a faszos? Hát én azt hogy hagytam ott? Mindegy, gyere barát. 169-es vagyok. 69. Mi? Jó, hogy itt ilyen az XP? Ah!
Nagyon jó. Azt a kurva fejlődtem 5 szintet egy Gladiból. Mi a fasz? Megvan minden küldi? Mi a küldi? Nem csináltam semmi küldi. Nem kell, rohadjon meg a küldi. De érdekel most a Gernot. Biztos ad annyi bónuszt, hogy ez jó legyen, de... annyira nem fogok hasra esni tőle. Hátasokból kitankolom. Közben mondjuk benézek, egyéb akciók is vannak? Vannak akciók, igen, sivatagi jegy, hát olyan sokat nem kapott. Ezek továbbra sem a legmegérősebbek. Mondjuk az 1000 éves Pergamen az még ilyen szó-szó. Kenta is, hogyha nagyon kell, akkor ezekkel még lehet ott ezt-azt kezdeni. Mondjuk SD4 szóló belépő az mondjuk nem rossz annyi pénzért. Főleg mikor majd kell és nincs. Akkor meg veheted meg 100 rúdért. Na, az mondjuk a nagyon jó kategória. Még van 12 perc, kíváncsi leszek, meg lesz-e a szín. Azért az utolsó szintek kicsit valószínűleg belassulnak, de... nem akkora nagy para! De tök jó az item drop, ahogy látom. Nézzétek meg, 45 lélek, gömb meg 68 deligor kincs már most. Jó, mondjuk ebben benne van az is, hogy a kisiket is ütöttem ám. Már 188-as vagyok. Elég jó az XP. Nagyon jó az XP. Egy kicsit kint nem jövök, mert ott a sarokból így a gladiköpi nem szed össze semmit. Viszont ott megütnek. Mindegy. Akkor maradunk itt. Helyenken. Nem akadékoskodunk. Mást is hagyunk érvényesülni, úgyhogy win-win situ. Ez 1%. Meleg vagy, Kajosin? Oké. Visszatértem, meleg Kajosin. Viszont egy dolgot tudok. Az pedig az, hogy mit nem tettem meg. Nem kerítettem anti-XP gyűrűt. Nem baj, azt kimegyünk, veszünk majd map megyen azonnal, úgyhogy... ott a bronz korona. És tudjátok még, mi lesz az extra nagyon faszántos?
Meg leszünk 200-asok, meg tudjuk nézni, hogy talpról mennyire lehet gombászni. 8-es titánban. Közel full hátassal. Megjött a kis díszvendégünk! Na, egy pillanat, srácok. Hát szia, kis haver! Hogy vagy? Gyere ide! Gyere ide, ne nyugj! Megjött kis haver! Itt van Loki baba. Itt az egy kis Loki babám. Nem maradj szépen itt el gazdival. Itt maradsz gazdival? Itt maradsz gazdival? Már elveszem az üveget. Nem akarsz itt maradni? Éhes vagy? Pillanat, srácok. Éhes vagy, cimbora? Jó, mindjárt megkapod. Mindjárt kapod a kajádat. Pár perc türelmet kérek, srácok, elnyadok kis havernak, és akkor itt érkezek is vissza. Gyere, barát! Gyere, kis haver! Kapsz szépen, barátom! Na, vissza is tettem. Kis cimbaramnak éppen adtam egy kis kajcsit. Meg egy kicsit nyitva hagytam az ajtót, hogyha szeretne visszajönni, akkor tudjon visszajönni. Közben másik kariban megnézem, hogy lelettek ütve a 130-es kristályok. Remélem nem ütötték le őket. Ha meg le, akkor így jártam. Mondjuk egy ideje már meg volt a karbű, úgyhogy valószínűleg le vannak csapva. Ja, valószínűleg le vannak csapva. Mindegy. Azt hiszem itt a szint az hamar meg lesz most már. Még van 7 perc. Bőven meg leszünk szerintem 200-asok. De tetszik, hogy az idemeket legalább rá lehet rendesen formolni. Megjelent a ragdú, az még benn maradt? Csak a szöveg. Ja, hát a szöveg az benn maradt. Az biztos, hogy valamilyen más... más helyen van elnyugtatva. Deligornak is följebb megy az ára, igen. De mondjuk ez bizonyos szempontból nem is úgymond probléma, mert alapból te kiszedték két Deligort a 10-es Deligorhoz. Ami nem volt egy olyan rohadtul
nehéz feladat, főleg ami olyan régóta létezik az event, úgyhogy ha aktívan nyitogatta a ládákat, akkor esélyes, hogy volt pár plusz Deligorod. És nem ez a Deligor úgymond a legbrutálisabb hátes. Leadtad Kazéra? Hát igen, eddig az volt az opció. Te meg eladtad? Nagyon jó, hát akkor igen, most el is képzelem az arcod azzal a fejjel, hogy fogod a fejet, hogy bazd meg. Igen. Én nem adtam el köveket. Megakadta a hatosnál. Mondtam, ez nem lesz olyan olcsó. Amúgy. Na most a fejlesztőknek ezeknek most fölmegy az arra rendesen. És akkor ez valamilyen szinten megmagyaráz, hogy miért is volt a múltkor Half-Life event. Tényleg amúgy mit kér? Azon a szinten. Kilencven karhúd volt. Mi? Mi van? Ja, az akva köteredék az most gondolom drága. Most mindenki követ fog húzni. Jó, hát az mondjuk egyértelmű szerintem, hogy töri mind az állat. Én még nem húztam 10-es követ a felszerelésemben, egyelőre nem éreztem azt úgy, hogy a májam annyira azt akarja. Megérnék most kinyitni a két kávával, most megérnék kinyitni, igen. De van egy olyan érzésem, ezentúl az embereknek ugye a 99%-a át fogja értékelni a hétköznapi Half-Life eventet. Nem jött sok belőle. Mondjuk azt sejtettem valahogy. Na level up-ot. Mondom level up-ot. Gyerünk, meg tud csinálni. Ne bassz meg, hajsz. Ja, meg le. Jó. Gyönítjük fejfedő. Amúgy én ezekre kitaláltam félig meddig egy megoldást, ezt majd be fogom vetni a... Most csak kíváncsiságból. Opa, kő töredik. Mennyit ír? 180 rút, 200... Uh-huh. Nekem ilyenem mennyi van. Csak ugye móka kedvéért. Van kemény két HF ládám.
Van egyáltalán akvakő töredéken? Valahol biztos van. Nem adtam el őket, mert nem csináltam velük semmit. Á, van 18. Köszi! Én föl szoktam venni a tökfödőket egyébként, csak úgy mondom. Jó, egy pillanatot kérek, srácok. Az igen. Na, Insternek is van. Pillanat, akkor. Majdok kell az izé, könnyen. Atya világ, mennyi tök födőd van neked is. Jó, hogy nem láttátok a másik karaktereimet, meg a kamutyaimat. Fogadom, nekem akarod adni. Én elfogadom, rohadjak meg, köszönöm szépen. Na srácok, akkor egy különlegesebb nyeremény játék. Három darab győztes lesz. Ugyanazzal a nyereménnyel. Ja, az is a szenvedés. Az. Javaslom, nézzetek fel MV2 sorsolás szobába, valami foszfej éppen csinált valami sorsolást. Mekkora egy geci amúgy. Mi történt? Lefagyott a játék. Na még ilyen nem fordult elő velem, hogy ilyen történjen. Hadó? Oké. Hogy lehet valaki ekkora szemtelen alak? Na jó, akkor kutassunk át a hullákat. Ami telik, azt vegyük le. Már a haj mellett mentem el? Kedvenc részem. Az, hogy a bundázás lesz, mert kihalt a játékom. Az komoly! Hallod? Ez természetes, hogy ennyire nem találok semmit jelenleg. Bruh! Mi a fasz? Hallod, mi a tökön van? Nem kellett volna Y2-t kapni egyébként? Ja, de! Várjál, találom én közben, ma a kettő van, csak hülye vagyok. Azt megnéztem? Néztem szerintem. Ezt nem néztem, azokat sem.
egy itt lesz ez tuti. Hopsz, ott maradt egy. Ott is van egy. Na négy megvan. És akkor azt hiszem itt a hegy oldalban vannak. Aha, itt fel lehet jönni. Megvan. Oké, de akkor Yoshi-dette az instrukciókat, megoldottuk. De azért köszönöm. Szólóban nem droppol? Itt ütnek. Itt nem. Van valaki. Teszt! Te ütsz ott? Nem zavarlak sokat, megígérem. Jó, hát ez lemegy lóról, arra azzal nincsen gond. Lemegy lóról, itt az idővel van gond, szerintem. Na, sok váltunk egy CH-t. Valaki itt üt, bocsánat, ha itt vagy streamen és itt ütsz, bocsánat. Ígérem, nem foglak sokáig basztatni. Nem rossz a drop, amúgy. CH4-en. Van vérfarkas. Megyek, leütem akkor. Hallod, én ez nem is fogok használni se gyűrűt, se semmit. Ez fölmegy formulás közbe. Hát nézzük, milyen XP van. Úgyse sietek sehova. Sunday! Itt vagy! Állat oldat misszió megérős? Ha amennyiben sok hátasra van szükséged, igen. Akkor javasolt, hogy nyomjad neki. Sunday, kijössz CH4 map egyre, kérlek? Vissza szeretném adni a jelmezkédet. Ásványozol. Jó, akkor majd utána. Három ambró? Wait a minute, itt három ambrót dobnak a mobok? Ott van 20 reboot, ott nem hagyjuk, bazdek. Tényleg itt egy farkas. Kösz az infót. Hú, azért ezzel karagban nem éppen olyan egyszerű leütni. Azért látszik, hogy itten nincsen olyan cucc. Nem baj, lófasz úgyis, lófasz Jóska vagy. Öttől tízig kéri a ládákat is. Köszi az infót. Mi a fasz jobbodok? Hagyjam azzal a potival. Jó, te elkezdtek ütni, úgyhogy nem zavarjuk az embereket tovább. A lényeget, amit akartam, megtudtam. A drop az szerintem nagyon jó, úgy érzem megérte ez a farmos, nem volt effektíve a fő accountomon olyan farmos, a 200 rudason kívülről tök jól tudtam farmolni, hát még a Dark Farm News jó volt, de az SD4 meg a Naga az nem volt elégséges. Jó, én ezzel megelégettem. Na, hova tettem a cuccaimat? Jó, ez megy a Sandinak, ez megy a főkalinak. Jó, és akkor majd, amikor Sandi készen, akkor...
úgy lesz 100% esély elméletileg, hogy ugye meg lesz a dupla, kiszeded azt az áldást, akkor az ad alapból 50%-ot, meg a hátas még 50-et, és akkor 100%. De van 10-es szintű izéd? Ma megvan a 10-es pupu tevéd, vagy mi a tosz? Az beszarás, ha már megvan a 10-es pupu tevéd amúgy, meg GG akkor hozzá. Igen, hogyha leütsz 50 kört, akkor az esélyed 50%. Ha meg megvan a pupu tevéd 10-es, akkor az még ad 50-et, és akkor úgy jön ki a 100%. Tehát áldás plusz egy 10-es pupu teve. Az oké, de hányas szintű a pupu tevéd? Ha nem 10-es, akkor nincsen 100% esélyed. Ha 9-es, akkor már csak... akkor még csak 90% esélyed van. Mondom, az orrköveket ledaráltam van valaki. Még véletlenül sincs esküszöm rendetlenség nálam. Ki gondolta volna, ugyebár? A rúd az mennyi van nálam? 2749, jó. De akkor elkezdjük ütni ezt a rohadékot. Így van. Eddig tudom követni. Igen, eddig így korrekt. Ja, hát figyelj, itt mondjuk van a szerencsefaktor is az 50%-ban, ebben mondjuk igazad van. De ha mondjuk leütsz egy 1000-et, akkor 1000 darabnál valószínűleg nem 500-500-ad lesz 50% chance, hanem mondjuk 510 meg 490. Tehát valószínűleg lesz némi átérés, de nem éppen olyan nagy. De miért a kincs jó árban van? Azt nem néztem mennyi valóban, ez most igaz. De amúgy tudja, hogy jó ára van, mert most kurva sok kell. Bandita jelmezt úgy tudom... már nem tud szerezni. Azt valamikor adták valamivel együtt. Úgyhogy bandita jelmezt már minden igaz nem tud szerezni.
Jó, ezt majd akkor fog kiterülni, mikor valakinek lesz egy 10-es pupu tevéje, és elkezdi ütni orba szájba. És akkor 100 kör után, hogyha 100 ládád van, vagy 100 kör után van 200 ládád, akkor... Akkor az jó. Nem tudom pontosan mikor volt ajándék a bandita jelmez, de valamikor adták ajándékba valamelyik nem is tudom min. Nem tudom, egyenre még maradjuk annyiba, hogy valaki szerezze meg a pupu tevét, a tízest. Ez valószínűleg leghamarabb kirító lesz a jelenből adódóan. Akkor majd meg tudja ő mondani, hogy 100 per 200 ládája lesz-e. Ha 100-nál is megvan a 200 láda, akkor szerintem nem kell kétségek gyötörjenek. Na jó, legalább a drop az jó. Annak örülök, hogy legalább a drop az nagyon jó. Én közben föltettem minden cuccot a karakterre. Föl, jó. Na közben megvannak a nyertesek, Zuki, Shero meg Ata. GGGGG. Na jó, mindenkire ráírok. Shero majd eldönti, melyik karira kéri, nem tudom, Sherokám itt vagy? Shero baba itt vagy? Nyertél! Melyik karidra kéred a cirkóniádat? Sandy átveszi neked. Jó. Oké, nekem az is jó. Jaj, Kajosin baba, te kis cukorfalat, juszi muszi, juszi puszi. Érdekes lesz a prémium láda ára? Igen. Az biztos, hogy fog változni. Igen, 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 igen. Na de én most itt kitérnék egy dologra. Nézzétek csak, itt a láda valahol. Várjátok. A ládában benne van a tanúsítvány, meg egy csomó más cucc. Tehát még az alapdeligor ládát se hülyeség egyébként kinyitni. Rud meg annyi van, hogy az nem kell sajnálni gyakorlatilag. 1k rudból lesz 100 láda. Hát én nem tudom, hogy 200 rudért 50% eséllyel miért éri meg neked. Nekem nem éri meg egyébként. Én akar, hogy gondolkozok. Ez rohadtul nem éri meg nekem. Tehát jó, hogy levették, mert eddig abszolút nem érte meg. Nem tudom, hogy mi is volt az elgondolás, amikor 400 vagy mennyi rudat kért.
Te király vagy, neked megéri. Nagyon jó. Neked, ha megéri... Cukifül Kaioshin, ha jobban tetszik, akkor csináljad. Reis már rá van vajon. Szerintem a gép előtt ül. Jó. Hozom egyébként a buffot fel. De tudom, hogy ha Reis itt van, akkor ha dobnak egy pupu tevét, én szívesen kisorsolom nektek. Ezen higgyétek el, nem fog múlni a dolog. Ja, mondjuk a cirkóniákat ki kéne venni. Akkor egyelőre kettőt, mert jelenleg Shero az. Azt mondta Sandinak adja, ő meg ásványozik. Jó, a Geri az itt van, ő lenne a Zuki. Paracsony és hatalmas Gigi. Hát hogy ne nézném meg Kaioshin Yusifül? Nem lopott kincs, bazd meg, Deligor kincs. 1,9, 2, 2,5, hát egy olyan stagnálósan 2,5 rúd jelenleg, 2,2. Mondhatni 2 jelenleg a legolcsóbb. Az úgy mondjuk korrekt. Hát jó, ez mondjuk le fog ennek menni az ára amúgy. Deligor sokat kér és... Micsoda, Jogar 19 rúd? Nem 26, csak hülye vagyok. Azt hiszem itt egy kicsit kipakulások vannak. Közben megvárom még a másik srácot is, hogy hát, hogyha ide jön. Mert van egy olyan érzésem, hogy abban a pillanatban, ahogy elindulnék a Deligort ütni, meg is fog jelenni. Mennyi kázin van? Van 52k kázin. Közben hozom be Moxit is. Flestinge, úgy látom, te már meg is érkeztél. Na majd csak itt a kliensek összekeveredtek, azért vagyok én itt most így bajba. Rossz helyen voltak elhelyezve. Ott a focska rajtad. Látsz formulni. Itt a másik srác az egyelőre az úgy off-olta magát, úgyhogy... Ha majd ír, akkor majd jövök. És átadom neki. Basszus, siracica. De nem tudom miért, mert nyitva van az ajtó. Mert megnézem, mi a bánat a kis cicámnak. Loki, mi a baj? Jaj, szépen. Mi a baj? Loki, jaj, ide. A kis palac fölzobálta az egész tányéról, bazzeg. Ez igen, a kis palacka. Oda kell figyelnem, hogy mennyit adok enni, mert megeszi mind. És szegényként dagott. Hamarosan fog aludni, nem engedem aludni. Stream után megyek, ébresztem fel, hogyha alszik. Nem fogom engedni, hogy aludjék most, ilyenkor. Ha nem, akkor éjszaka járkál, nyitogtatja az ajtót. Egyik szobából a másikba.
mindig kinyitja az ajtót, és akkor megy. Az ajtó meg hátra csapódik. Én többnyire nem szoktam felébredni rá, mert hogyha valahogy nagy nehezen elalszok, akkor én alszok, de... Amúgy is egy órán maradt. Hát valószínűleg nem fogok már egy órát streamelni. Ezben kétek buffot adok. Én beszélek helyetted? Tehát az én hangom nem mélyebb. Nem úgy van, hogy akinek mélyebb a hangja, az beszél. Ahogy képzeljétek el, mondjak valami jobbnak. Valami jó hírt is mondjak. Nem 100%, de valószínű, hogy az egyik legnagyobb problémámra találtam egy megoldást. Van nekem egy nagyon... komoly alvási problémám, amiről azért annyira nem beszéltem. Hát mondtam, hogy nem tudok jól aludni, viszont ezt nagyjából sikerült visszafejteni, hogy mi miatt van. És akkor hát ugye kicsit úgy nyomoztam a témába, hogy ezért azért úgy változtatni kellene, mert nem jó nekem egyszerűen ez az opció sehogy se, hogy ilyen rosszul tudok elaludni. Már ha elalszok, akkor mélyen alszok. Csak úgy tűnik, hogy még az se tartalmas. Hiába alszok nagyon mélyen, de nagyon keveset. Azért nézek ki nagyjából úgy, mint egy mosómedve. Viszont, hogyha ezt valahogy ezt a problémát megbírnám oldani, akkor az nagyon sok mindenre nagyon pozitív hatással lenne. Az igen, Kajosin. Nem tudom, még ilyet nem tapasztaltam. Én utoljára, amire nagyon-nagyon komolyan felriadtam álmunkból, az az volt, hogy Loki végigfutott a fejemen. Megtűrt, mint a szalonnabőrt. Nem tudom, valami cseszlét legyelt, valami bogarat üldözött, szerintem. Én meg békésen alszok, a lábamon megkezdte, és az a kis 5,5 kilós bundás tank, bazd meg, a lábamtól megkezdve a fejemen keresztül futott, hallod, mint a szalonnabőr. A lábamat a nyakam közé vettem, álmomból felriadva. Úgy még álmomból nem ébredtem fel soha. Szerintem ennyire még sosem voltam befosva felébredve. Nem, mikor nem tudod eldönteni, hogy az a villám baszott-e meg, mert csak annyit látsz a szemed sarkából, amikor így a fejed így hátra csuklik, hogy valami fehér ménkű, bazd meg, így... így elsuhon. Nem 5 kilós a cica, 5,5 kilós a cica. Olyan végtelenül aranyos, bazd meg, mikor fut, a hátán az a kis szalonna, így jobbra-balra dülünk. Annyira cuki, annyira imádni való. De TikTokomon van is róla egy videó, meg tudjátok nézni, hogy milyen kis haspók, kis dagadék. Annyira imádom a cicámat. A TikTok csatornámat egyébként a leírásba. Leírás? Vagy minek lehet nevezni? A panelek között megtaláljátok.
Majd idővel rakok oda még egy-két dolgot. Nem eszi meg a tankot, ő maga a tank. Százkét az áldás, azt nem tudom, hogy értük el. Harci tank? Bundás cuki tank? Nem harcol. Max a bogarakkal. Meg az egerekkel. Hú, ezt a ritmust élem. Amúgy mindjárt lesz egy jó kis ládanyítás. Tudjátok, mit kapcsolok fényt, hogy lássátok az ocsmány fejemet. Nehogy már csak tömör gyönyör legyen, azért valami horrort is vigyünk a történetbe. Az mondjuk szerintem tök jó drop egyébként, az amit írtál Kajos, az tök jó drop. 35 perc, 600 gömb, 517 kincs. Nekem tetszik. Nekem személy szerint tetszik. Pillanat, hogy tényleg szépen. SD3. Itt most mi történt? Miért táncikált ez körbe? Mindegy, nevezzük anomáliának, jó lesz az. Valaki tényleg volt-e SD3-ba? Amúgy meglepő módon, ahogy tapasztaltam fejlődés közben, SD4 se volt tragédia. Nem a régi fénykora, de nem volt tragédia. De Elkárba például úgy ítéltem meg, hogy ez tök jó. Nekem legalábbis tetszett. Majd megnézem menedéket is, hogy milyen. Mondjuk az a 250-es karival fog megtörténni, tehát annak mégse lesz egy olyan dropja valószínűleg, mint egy 245-ösnek, de... azt leszámítva szerintem abból tudok következtetni majd, meg veszem, mivel összehasonlítanom. Főleg most már. Most nagyjából el vagyok látva úgy karakterekkel, hogy minden mapot le tudok fedni, hogyha nagyon muszáj. Jó, az ork az ilyen félig meddig, na de az is működik. Tehát, hogyha nagyon akarom, azt is meg tudom oldani, az orkot. Hány ruda belépő? 10. Ha megnézed, hogy 10 ruda belépő, meg hogy mi van a Deligor ládában, még azt mondom, hogy tök jó. Még a sima Deligor ládát sem hülyeség farmolni, amúgy. Ha még kicsi kezdő játékosok vagytok, de nem annyira, hogy legalább a Deligort le tudjátok ütni, arra olyan kezdők, tényleg, hogy legalább a Deligort le tudjátok ütni, akkor még a sima Deligort is érdemes farmolni. Vagy eladjátok, vagy kinyitjátok, még azzal is előrébb vagytok. Egyfajta befektetésnek megfelel. Ötven ládiból fix jön egy paripa. Nem tudok én ilyenről. Deligornál nem tudom, hogy ez benne van. Én nem tudok róla legalábbis. Szerintem nincs. Deligor erős boss. Hát figyelj, én nem tudom megmondani, hogy erős boss-e, nekem nem az. De amíg egy kis karakter nem próbálja ki, addig nem tudhatja.
Mennyi 20 millió HP-ja van? Vagy 200 millió? Srácok, én fogok itt egy adag ládát, mit szóltok hozzá? Én összeszedem a cuccokat, mit szóltok, és akkor nyitok. 36-as is kevés hozza? Ó, meg vagyok lepődve. Szurkoljatok a zurkőért! De jó, szeretnék a zurköve. Figyelj! Very toxic! Ha ennyi ládából, amennyi most van nekem, nyitok 3 darab lazúrkövet, én esküszöm, adok neked csak úgy ingyen egy oldatot. Hozol nekem szerencsét. Nem viccelek, komolyan mondom. Max 2. Örülök, ha egyet fogok. Lazúrral így is lóg. Mikorról lógok? Várja! Ja, megígértem, hogy szerzek neked lazúrkövet? Énye-bénye! Ezt a... megadom neked a lazúrkövedet, Serukám, de nem most! Én most nem fogok kipakolni, sorry. Ja, emlékszem, beugrott. Igen, de még nincs annyi. Megjött ez a kis bundás tankom. Cuki! Mi a bajod, Cuki? Gyere ide! Gyere! Segíts gazdinak, hozzá a szerencsét, jó? Megsimogatjuk mind a dzsinneket, ugye? Kicsi dzsini, kajit. Gyerünk, Loki. Gyerünk, kicsi Loki barát. Semmi baj, minden a legnagyobb rendben. Kicica, itt van a cica, most segíteni fog a cica nekünk ládát nyitni, jó? Na jó, kezdjük a sima deligóról. Hold elixir P. Oh. Rally Umbro. 500 reboot. De ez eddig kurva jó. Azt hittem azért egy kicsit nagyobb esélye jön belőle, jó cucc. Na hát egy győzelmi tanúsítvány jött. Az már jó. Még jó, hogy egyáltalán több volt. Kristálygyöngy tündérpor. Jó. Hát ez nem volt épp a legélesebb nyitásunk. Na, közben ő úgy döntött, hogy itt marad és segít. Ha ma egyet nyitottunk. Jó, Zarmont is nyissuk ki. Hozzad a lazúr szerencsét, ez az! Miért érzed, hogy itok Deligort? Remélem jól érzed. Jó, hát ebből nem volt semmi. 114 Borion! Ott egy Borion kő!
egyből, kettő, vagyis a másodikból. Ősi papírus, az is jó, az is kell. Tudjátok mit? Daráljuk le! Ott láttam egyet elpörögni. Mennyi lett belőle? 3 morjonkő. Jó lesz. Menjél felváltva? Kiegyenlítem és akkor felváltva. Titán gyűrű. 30 rúd. Egybe a lazúr, ha van nagy a faszod. Nem nagy a faszom, ez a baj. Egy már van! Egy már van! Azaz, keci! Haladjunk! Gyerünk! Adj valami jót! Ott az akvakőteredék, az most nem jó. Gyerünk! Gyerünk! Valamelyik adjon! Nagyon sok ezüst medálom lesz. Gyerünk, valami jót! Valami jót! Gyerünk! Gyerünk, bazd meg, gyerünk! Ott egy, ott egy! Kell a papírus is, de nem ennyire! Gyerünk! Egy eligót legalább, bazd meg, vagy valamit! Kezdek ideg bejönni. Egy-egy maradt. Egy lazúrkő legalább lett. Az is valami? Arra nem voltál fogadás, csak úgy mondom. Arra nem voltál amúgy fogadás. Nyilván nem ide akartam jönni. Mennyi lazúrkőnél tartok? Ez a hatodik. Még kettő kellene. Még kettő kellene. Hogy márjam húzni a cuccokat. Kár, hogy nem lett egy Deligor. Arra a projektre rá fogok állni rendesen. Ezt valószínűleg mind kiütem. A múltkori event óta már 3. Ja, 3 ambró már egy ideje. Sajnos. A többi cuccak igazából, hogyha egy kicsit megvariálnák az árát, akkor kurva jó lenne. De majd erre teszek javaslatot, személy szerint. Emberünk közben itt van-e? Pillanat. Megérzésed egészen bámulatos volt. Nem akarsz elmenni jósnak. Nekem írtak, bocsi. Másik győztesünk. GG ismét. Adj egy gömböt. Milyen gömböt? Milyen gömböt kérsz? Közben a cica megint elhúzta belét. Varázsgömb, amivel jósulsz? Jó, gyere CH1-re! Adok...
Adok varázsgömböt. Jó, rendben, te is hozzad a karicserú. Gyere szépen, Kajusin, adok neked varázsgömböt. Hol vagy? Mely a karit neve? Melyikkel jössz? Zankakuno vagy mi a neve? Jaj, vegyem ki közben a másik cirkóniát is. Seru a Dezira karakterre adjam? Mondjuk odaadom aztán, tehát elrendezed, ahova akarod. Kiskaj karival, jó? Jó, akkor Serónak is GG! Jaj, adjam a jelmezt is. Igaz. Most csak azért is megvárom Kajosint és odaadom neki. Csak futár vagy. Be akarta húzni. Nem, Sharon nem olyan rossz gyerek. A szíve hájén van. Hol vagy, Kajosid? Várlak! Á, ott rohan. Tessék, a jóstak a varázsgömbje. Tessék. Na jó, srácok! Nekem egy picit kell készülnöm, mert közben rájöttem, hogy éhes vagyok. Most már tudsz jósolni, igen, meg horgászni is. Srácok, nyomjátok az eventet, szerezzetek puputevét, mindenkinek jó nyitást kívánok, jó formulást kívánok. Később én is ezt fogom tenni. Begyek valamit, zabálok, mert kb. Egy óra múlva jelenésem van. Én is fogok a hétvégén farmolni, és egész hétvégére terveztem aktívan a streamelést. Nem csak MV2-t, hanem Minecraftot is. Meg ha nagyon jól megy a dolog, akkor valószínűleg még Starfield-ezni is fogunk. Meg farmolunk egy csomót, meg lesz főleg sok MV2. Azt vagy mindenképpen itt meg, Kajosi, kíváncsi vagyok. További jó játékot kívánok, srácok, játékban megtaláltok, akár csak Discordon, bármilyen szükségetek van segítségre, vagy csak beszélni akartok, gyertek a Discordunkra, legyen mindenki rendes, társával főleg. További jó mulatást kívánok mindenkinek. Truth behind your eyes.